Gondoltam, hogy végig megyünk, és megmutatom a kertet, hogy mi hogyan áll. Ez ugye a második nyara ennek a kertnek, azért azt mondják, hogy 5-8 év kell, hogy igazán beálljon egy virágos kert. Én erre nagyon büszke vagyok, hogy ő második éves, és így néz ki. Biztosan emlékeznek, akik nézik a sorozatot, hogy én tavasszal ilyen nagyon visszavágtam ezt az Annabella hortenziát. Kíméletlen voltam vele, hát most ekkora, és ez még ilyenkor nőni fog, ezek ugye ekkora fejek lesznek, itt már egy van kinyílva, de még ő se teljesen, valami csodálatos, ahogy nőnek, kinyílnak, egész picibe kezdődnek. Egy ilyen kis dróttal megakadályozom, hogy bedőljenek ide az útra, mert annyira nehezek a fejei, hogy tavaly bedőltek, most ezt időben kihúztam, és így nem fognak tudni széttörni. Ilyen pici fejjel indul, és az lesz ilyen nagy, csodálatos darab. Tehát érdemes bátran, ahogy mondtam tavasszal is, magabiztosan, bátran, jól visszavágni a cserés hortenziákat. Közben van egy új szerzeményem, egy agapantus, afrikai lilium, vagy a magyarok mi szerelemvirágnak hívjuk. A kertépítés ilyen. Elkezdjük néhány növénnyel. És akkor kiderül, hogy ez sincs jó helyen, az sincs, tehát folyamatosan átültetünk, szétültetünk, mert túl bokros lett, és hát folyamatosan beleszeretünk új növényekbe, mint például én most ebbe a szerelemvirágba, és akkor muszáj, hogy velünk jöjjenek. Tehát a kertépítés szenvedély, egy óriás szenvedély. Már mondta az én férjem, hogy azért ennyire ne kapjon el a gépszény, mert ez már lehet, hogy túlzás, de nagyon-nagyon szeretem a növényeket, úgyhogy ennek most keresek is mindjárt helyet. Ez egy angol típusú kert, ami itten elkezdett készülni, még korán sem vagyok kész, ez nagyon-nagyon az eleje, ami azt jelenti, hogy cserjék és évelő lágyszárú növények vannak sűrűn beültetve a kertbe, beprogramozva úgy, hogy mindig más virágzik, de mindig virágzik valami. Félrehúzom ezt a szerelemvirágot, most éppen margaréták virágoznak, a levendula virágzik, van egy különleges zsályám, ő virágzik, őt majd térre be kell takarnom, hogy ne fagyjon el. Tavalyi pici bugás hortenziák, amiket én hajtattam, de ilyen picik voltak, és gyönyörűen megnőttek az idénre. Az egyik kedvencem itt ez a bordó cickafark. Már levirágoztak a hagymavirágok, de még nem engedik kihúzni a hagymából a szárat. Akkor szoktam csak eltávolítani, nem vágom le, hogy berothadjon ott a hagymába a hagymavirág szára, hanem amikor ki lehet húzni, akkor elég érett, és akkor kihúzom. Most már nem látszik a margarétától a három rododendron, ott az azaleám mögötte, ez egy májvacserje, ezek foténiák, most nyírtam meg őket. Ugye ezek örökzöldek, ott a túloldalon rengeteg tolbuga éppen a legszebb formájában, hortenziák vannak, azaleák, árnyékliliumok. Most este 7 óra van, és csak ilyenkor kap napot ez az a két ágyás, úgyhogy egész nap árnyékban vannak, azért szépek az árnyékliliumok, de például azok is már túl bokrosodtak, elnyomják a rododendront, tehát azokat szépen ki kell szednem majd tavasszal, és szétszedni, találni a nagy részének új helyet, és egyetlen egyet egészen kijebb rakni, hogy majd a rododendron jobban elférjen. Tehát ahogy nőnek a virágok, úgy ültetem át, úgy ültetem szét, helyezgettem őket már, amit lehet, mert azért mindent nem lehet, és szépen lassan majd az a reményem, hogy megtelik a kert, és nem látok majd ilyen üres részeket, mint amik még itt vannak. Ez a kedvenc ágyásom, de előtte hadd mutassam meg a múltkor, amikor a évelő lágyszárú növények nyári visszavágását mutattam, ez a Chelsea Chop. Akkor vágtam le a Phloxról, a lángvirágról ugye a csúcshajtását. Ez azóta hát legalább négyszeresére nőtt, gyönyörűen elágazik, úgyhogy ki is veszem gyorsan innen. Ilyen gyönyörűen legyökerezett, pedig ugye csak az ág vége, vagy a növény csúcshajtása volt, úgyhogy ezt is a szerelemvirággal együtt elültetem most mindjárt. Na de előtte
nézzük akkor meg gyorsan, hogy ki ne száradjon ez a jó kis növény, ezt a kertet. Ez egyfajta verbéna, ami hát 2 méteresen nő, itt egy gyönyörű szender, nézzék. Tehát imádják a szenderek, mindig tele van egész nap szenderrel, ugye a pici kis kolibribogárral, és hát egészen ilyen magasra nő, most már egy jó ideje virágzik, egyre nagyobbak lesznek a virágai, túl nagyok nem lesznek. Ezt is körbe kell fogni, mert az első nagy szélnél eldől, de így körbefogva zseniális, és decemberig virágzik egyfolytában. Nagyon szeretem. Ugye a lila és a sárga növények a rovarok kedvencei, ezért én nagyon sok lila és sárga növényt ültettem a kertbe. Tudat alatt is egyébként, mert az egész réten a sárga és a lila uralkodik, hogy a rovarok az egyikből a virágport, a másikból ugye a nektárt gyűjtik. És hát akartam, hogy harmóniában legyen. Itt van ez a flox, amiről levágtam azt, ami kigyökeresedett, és gyönyörűen ágazik el az a része, ahonnan levágtam azt a 2 ágat, úgyhogy ez csodálatos dolog, ez az évelő lágyszárú meccés. Valóban, ami hátul van, azt nem vágtam le, ez előbb fog virágozni, ez később viszont sokkal több virágja lesz, úgyhogy ki lehet nyújtani a virágzási időt. Na, hát ez egy nagyon érdekes cserje. Nagyon megették az elején a csigák, amíg nem üztem el őket. Ez a fűszer cserje. Hát annyira gyönyörű virága van, hol van egy frissen kinyílt, ez is egész nyáron virágzik. Ilyen licsi illatú a virágja, és ilyen gyönyörű. Küzdök ennek az örökzöld magnóliának az életéért, de most már gyönyörűen hajt. Megviselte, hogy idehoztam, ezt még ledobja, de látszik, hogy gyönyörűen hajt, úgyhogy most már remélem megmarad. Itt is még a hagymavirágok, ott az új szerzeményeim a fehér tolbugák, mögötte törökszegfűk. Nagyon várom, hogy itt is összenőjön majd, és hát ez még egy kedvencem. Ez a kék szakál, nekünk magyaroknak amúgy is nagy büszkeségünk, ugye Bartók miatt, de ez a növény is kék szakál. Egészen késő nyáron és ősszel kezd virágozni, és ilyen óriási nagy kék sejemszerű fűzérbe, viszont ilyenkor is gyönyörű, mert világosabb zöld a levele. És akkor van egy-két ilyen igazi örökzöldem, de a kedvencem itt ez az új szerzeményem, ez a kis törperózsa. Ez az egész a bugás hortenziám. Emlékeznek, eddig vágtam őket vissza, és ezeket a hajtásokat hozták, és még épp hogy csak látszik a virágkezdemény, és ezután jön a java. A zsájadomb, az még egy kedvenc, a ligeti zsáják már levirágoztak, és mögötte ez a kedvenc képem. Belenézek, itt ez a gyönyörűség, és akkor a zsájadomb után ott van a zöld babkapu, és ott van mögötte a konyhakert. Óriási élmény. Igazán itt van az ideje a kerti partiknak, és hát ne egy szokványos kerti partival próbáljuk csak megúszni a szituációt, hanem tegyük még élménydúsabbá, nem csak a gyerekeink számára, hanem magunknak is. Én most 3 olyan receptet mutatok, ami alkoholmentes természetesen, és feldobja a hangulatot. Tulajdonképpen nyissunk egy ilyen kis mini koktélbárt a kertben, mire jönnek a vendégek, vagy csak úgy a családunknak.
egy jeges teát előre, egy teát lefőzünk, hagyjuk kihűlni, ebben menta, citromverbéna és citromfű van, de lehet bármilyen teát, amilyet szeretünk, gyümölcsteákat, fekete teákat, mondjuk estére azért fekete és zöld tea ne menjen, de bármilyen jó illatos teát lehűtjük, és csak apróságokkal tegyük izgalmassá. Például ilyenkor tényleg van gyümölcs bőségesen. Megbolondítjuk jéggel. Annyi cukrot tegyen mindenki bele, amennyit szeret. És akkor jöhet bele mindenféle. Én szedtem egy kis fekete ribizlit, egy kis piros piszkét, jöhet bele egy kis sárga málna. Jöhet hozzá még friss citromfű, úgy a menta is, és a citromverbéna is. Ilyenből készíthetünk akár egy nagy kancsóval is. Teszünk bele egy kis lájmot és citromot is. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy bio lime és citrom legyen, hiszen héjastól tesszük bele, annak ellenére megmossuk. Ugye mennyire más így egy jeges tea? Ez csak azért, hogy kedvet csináljak. Most jöjjön ugyanígy egy variáció jeges kávéra. Ugye Magyarországon, ha valaki jeges kávét szeretne, akkor azonnal a vaníliafagyis kávé jut eszébe, azért ez minden országban nincs így. A jeges kávéban a legtöbb országban nem fagyi van, hanem jég. Azért ennél nagyobb élvezetet szeretnék megosztani önökkel. Egy jó hosszú kávé, vagy rövid kávé, ki miért szeret. Ehhez teszünk hideg tejet, ez is ízlés kérdése, hogy mennyit, jeget, cukrot nem teszek bele, de édeset igen, mégpedig egy ilyen nagyon-nagyon finom karamell szirupot, ez is ízlés kérdése, hogy mennyit. Ezt most fel is keverem, hogy ne az alján üljön. Még egy kis jég. És tejszínhab! Karamellás jeges kávé tejszínhabbal. Természetesen nem szifonból nyomott tejszínhabot használunk, hanem felverjük a tejszínhabot, és szépen egy este alatt, vagy egy nap alatt megeszegetjük. Közben lehet hűteni, és ez nem fog összeesni. És a tejszínhab tetejére egy kis karamell. És jöjjön egy igazi nagy bónusz. A végére egy lime fagyis shake. Ebbe a szépbe fogom belerakni. És ezt a lime fagyis csodát úgy készítem. Fogok egy kis tejet. Teszek bele cukrot, ízlés szerint, nem mondok mennyiséget, és a piros málnát, ha megvan már mosva, beletesszük, és jól összeturmixoljuk. Na most, ha megy bele sárga is, akkor megy. Ilyen jó sűrű legyen. Jó sok gyümölccsel készítsük. És akkor fogjuk a kelyhet, jön bele egy adag fagyi. Vagy kettő? Kettő. Köré jön a málnás teljes turmix. Eldönthetjük, hogy jön-e rá tejszínhab, de miért ne jönne.
fejszínhab tetejére egy kis málna, és egy biolime-nak a reszelt héja. És most jön az igazi lényeg. Eperszirup. Ugye, hogy mindjárt más, olyan jó bulis hangulata lesz az egész társaságnak, és mennyivel jobban esik, hogy először a szemünkkel, az orrunkkal, és csak utána a szánkkal leszünk. Gyönyörűség. Na, ezt a három dolgot találtam ki. Nagyon egyszerűek, nagyon könnyen elkészíthetőek,